szüntelenül szolgálhatunk neked, minden javad szerzőjének, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Dániel proféta könyvéből. A végső nagy naprokról szól az Úr. Abban az időben föl kell Mihály, a nagy fejedelem, népet fiainak oltalmazója. Mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe. Akik a föld korában alszanak, azok közül sokan feltámadnak. Némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, mint miképpen a csillagok. Ez az Isten igéje. Testvéreim, minden pap naponta elvégzi szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször is bemutatja. Ezeknek azonban nincs erejük a bűn eltörlésére. Krisztus ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hód alattal levonuljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ám ahol ezen bocsánatot nyertek, ott nincs többé bűnért való áldozat. Ez az Isten igéje. Thank you.
időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az emberfiát, amint eljön a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor már zöldelni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van, már az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezekben nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napod vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az atya. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Jézus van, kedves a testvéreim! Ma minden katolikus templomban felolvassák a katolikus püspöki konferencia körlevelét Árpádházi Szent Erzsébet ünnepére készülve. Már most kérjük a Jóisten áldását az erzsébetekre, Isten éltesse őket. Mi is meghallgatjuk nyitott szívvel, lélekkel a körlevelet, és így készülünk az Erzsébet napi ünnepségre. Kedves testvérek, a középkor egyik legnagyobb teológusától, Aquinói Szent Tamástól származó mondás szerint az életszentség nem abban áll, hogy sokat tudunk, hanem a szentség titka azt jelenti, hogy sokat szeretünk. Ma, amikor Árpádházi Szent Erzsébet személyét és élet példáját állítja elénk az egyház, benne 800 év elteltével is Jézusnak egy olyan követőjét tisztelhetjük, aki mestere példája szerint mind halálig szeretett és mindent odaadott. Életszentsége a kortársak számára is egyértelmű. Ezt jól mutatja az is, hogy halála után alig 5 évvel már szentté avatták, amely annyira fontos eseménynek számított, hogy azon maga a császár is részt vett. Példája arról tanúskodik a kortársak előtt és a mi számunkra is, hogy Jézus tanítása követhető és megvalósítható. Szent volt, aki túllátott királyi származásának, neveltetésének vagy kastélyának határain, aki felismerte a megfeszített Krisztust a szegényekben és a legrászorultabbakban is. Akkoriban sokan és talán ma is hajlamosak vagyunk arra, hogy a hajléktalanságra, a szegénységre, a nélkülözésre, mint társadalmi jelenségre tekintsünk, olyanra, aminek megvan a maga oka, és egyszerűen a társadalom rendje az, hogy élnek szerencsésebbek és kevésbé szerencsések, és ezzel nekünk semmi teendőnk nincs, oldja meg más. A szolgáló szeretet példája azonban egészen mást vár tőlünk. Szent Erzsébet észrevette a szenvedő embert a maga fájdalmával, arcával, élettörténetével. Jézus tanítását életprogramjának részévé tette.
Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. És így közösséget vállalt azokkal, akiktől kortársai, mint valami fertőző betegtől fordultak el. A szeretet nem csak cselekvő, tevékeny, hanem bátor is. Szent Erzsébet vállalta, hogy kritika tárgya legyen, hiszen viselkedése aligha felelt meg a korabeli udvari etiketnek. Még esküvője sem volt pazarló, mert a lakoma ételeinek egy részét a szegények kapták. A radikális szeretet nem tudja elviselni a kompromisszumot. Egyszer, amikor nagy boldogasszony ünnepén belépett a templomba, levette koronáját, a kereszt elé tette, és arcát eltakarva a földre borult. Amikor anyósa szemrehányást tett neki ezért a gesztusért, így válaszolt: hogyan viselhetném én nyomorult teremtmény továbbra is a földi méltóság koronáját, amikor látom királyomat, Jézus Krisztus tövissel megkoronázva. Ahogyan Isten előtt viselkedett, úgy viselkedett az alattvalói felé is. Élete példa mindazok számára, akik vezetői szerepet töltenek be. A hatalom gyakorlását minden szinten az igazságosság és a szeretet szolgálataként kell megélni. Szentatyánk Ferenc pápa így fogalmaz idei szegények világnapjára írt üzenetében: gyakran a szegényeket különálló embereknek tekintik, mint egy kategóriát, amelynek különleges karitatív szolgáltatásra van szüksége. Jézus követése azonban megkívánja e gondolkodásmód megváltoztatását, vagyis az osztózás és részvétel kihívásának máralását. A szegények nem közösségünkön kívüli emberek, hanem testvéreink, akik szenvedéseiben osztóznunk kell, hogy enyhítsük szükségüket és kirekesztettségüket, hogy visszaadjuk elvesztett méltóságukat, és biztosítsuk a számukra szükséges társadalmi integrációt. Szent Erzsébet példája erre tanít minket. A megosztás nem azt jelenti, hogy a világ minden gondját és baját magunkra vesszük, és minden nyomort enyhíteni akarjuk, hanem annak vállalását, hogy a mindennapi életünkben megtesszük azt, amire lehetőségünk van. Albert Schweitzer, a Nobel-díjas orvos és lelkipásztor gondolatai mutathatják meg a helyes irány számunkra. Nyisd ki a szemed, és keresd, hol van szüksége valakinek egy kis időre, egy kis részvétre, egy kis beszélgetésre, egy kis gondoskodásra. Az illető talán magányos, elkeseredett, beteg vagy ügyetlen, s te jelenthetsz számára valamit. Ne riasszon vissza, hogy várnod vagy kísérletezned kell. Csalódásokra is vérteszd fel magadat, de ne mondj le a mellékfoglalkozásról, amikor ember lehetsz az emberek számára. Most, amikor sajnálatos módon a koronavírus járvány negyedik hullámot sújtja hazánkat és a világot, ismét nehézé válhat, hogy arcunkat és kezünket nyújtsuk a szükséget szenvedők felé.
Az ősegyház életéről így ír Szent Lukács az apostolok cselekedeteiben. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Nem akart köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belőle, a szükséghez mérten. Eszerint az egyház életét már a kezdetektől fogva jellemezte az intézményes szeretett szolgálat, vagyis, hogy a többiek nevében a közösség kiválasztott tagjai gondot viseltek a rászorulókra. Ma a katolikus Caritas ezt a feladatot folytatja, amelynek szervezetei, munkatársai és önkéntesei vállalják azt, hogy szolgálatukat a járványveszély idején is töretlenül folytatják testvéreik javára. Ferenc pápa így fogalmaz. A szolidaritás dinamizmusa építi az egyházat, amelyben a koinónia, a közösség játszik főszerepet, hiszen a görög szó koinónia jelentése közösbe tenni, megosztani, közölni, részt venni. Krisztus teste tagjának lenni. Felelősséget jelent egymás számára is. A katolikus egyház munkatársai hazánkban mintegy 166 intézményben gondoznak időseket, foglalkoznak fogyatékkal élő testvéreinkkel, nyújtanak éjjeli menedéket hajléktalanoknak, és törődnek a szenvedélybetegekkel. Szent Erzsébet ünnepén, amikor a szolgáló felebaráti szeretet szentjére és példaképére emlékezünk, azáltal, hogy adományainkkal a katolikus Caritas munkáját támogatjuk, közösséget vállalunk a rászorulókkal és azokkal is, akik élethivatásuknak választották azt, hogy az emberek szükségét enyhítsék. Az özvegyasszony két fillérje nem az összeg nagysága miatt értékes, hanem azért, mert ő mindent odaadott. Közösséget vállalt Istennel és testvéreivel. A szeretet cselekedetei ugyanis nem csak a rászorultakon segítenek, hanem azokat is gazdagítják, akik adnak, mert ezáltal maguk is Krisztushoz válnak hasonlókká. Kell Budapesten 2021. november 19-én Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Mi is így tekintsünk az emberekre, legyen nyitott a szívünk, a lelkünk, a segítségnyújtásra, a szeretetre. Jövő hétvégén a Persei adományunk központi gyűjtés lesz a Szent Erzsébet napi, a Caritas gyűjtés. Most valljuk meg hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és a földben teremtő lényben, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Rászászált a bokrára, harmadnapon föltámadt a halottak közül,
soroltatlan. Hiszen szent vélemben, hiszen a katolikusan a szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim Isten kegyelmét, hogy életünk végső céljáért, az örök üdvösségért minden áldozatra készek legyünk. Segítsd, Urunk, egyházadat, hogy minden jó akaratú embert összegyűjtsön országodba. Kérünk, kérjen, hallgass meg minket. Adj, Urunk, bölcsességet a világ vezetőinek, hogy az emberiség jólétéért együttműködjenek. Kérünk, kérjen, hallgass meg minket. Adj földi és örök jutalmat azoknak, akik másokat az igazságra oktatnak. Kérünk, kérjen, hallgass meg minket. Írd be, Urunk, mindnyájunk nevét az élet könyvébe. Kérünk, kérjen, hallgass meg minket. Add, hogy tetteink miatt ne kelljen szégyenkeznünk a számadás napján. Kérünk, kérjen, hallgass meg minket. Igazságos Istenünk, hisszük, hogy egyszer mindenkit számadásra szólítasz. Segíts bennünket, hogy az ítélet napján az áldottak között lehessünk. Krisztus, ami Urunk által. Testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk Istenünk, hogy a fölségednek bemutatott áldozati adomány szerezze meg nekünk a szívbéli odaadás kegyelmét, és vezessen el az örök életre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedet. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert benned élünk, mozgunk és vagyunk, és földi életedben nem csak jóságodat tapasztaljuk napról napra, hanem megkaptuk tőled az örök élet záludát. A Szentlélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézus, már elkezdte isteni működését lelkünkben. Így reméljük, hogy a húsvét szent titkában állandóan részesít minket. És ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Thank you.
legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhúny testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörünk kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélek kereménységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek.
ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köszönjük mindenkor. Köszönöm szépen.
szívünk magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait, alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy itt Málonban csütörtökön este 7 órától 8 óráig szentségimádás lesz. Szeretettel hívom a kedves testvéreket. Jövő vasárnap Krisztus király ünnepe lesz, az egyházi év utolsó vasárnapja. Mi is csatlakozunk a világméretű szentség imádáshoz. Délután 5 órától a II. János Pál kápolnában vezetett szentségimádás lesz. Itt Málonban ugyancsak 5 órakor elővételezett szentmise lesz vasárnapról, ezt a szentmisét elhunyt szeretteinkért ajánljuk fel, akiket a kedves hívek a novemberi közös szentmisébe ajánlanak. Jövő vasárnap a szokott időben délelőtt 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Ahogy hirdettem, megismétlem, a jövő hétvégi persely adományunk központi gyűjtés lesz a Caritas javára, a Szent Erzsébet napi gyűjtés. Hálás szívvel köszönöm azoknak, akik a héten itt a templom kertben, illetve a kereszt körül tevékenykedtek, rendet raktak. Jó Isten fizesse meg a munkájukat. Szép vasárnapot mindenkinek, jelenlévőknek, televízió nézőknek, akiknek köszönöm, hogy televízión keresztül kapcsolódtak be a szentmisébe. Vigyázzunk magunkra, látjuk, hogy emelkedik a járvány. Vigyázzunk egymásra. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, a betegek gyógyulásáért. Ó Mária, te mindig az üdvösség és a remény gyereként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek egészsége, aki hitetlen szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmát. Római nép üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a kardinári kárnában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után. Isteni szeretet, Anya, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus van majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünkben benne lesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott szűz. Amen. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békével. Isten.